Beszéljünk arról, hogy miért érdemes csöndben maradni, illetve mikor érdemes csöndben maradni. Valamit azért változtassunk meg itt a setupon vagy rajtam. Így sokkal jobb, nem? Szóval, amikor érdemes csendben maradni, kezdjük a gondolattal, Stephanie Covey-től származik. A legtöbb ember nem azért hallgat, hogy megértsen, hanem azért, hogy válaszoljon. Lehet, hogy ebbe mi is beleesünk ebbe a hibába, pedig az a legfontosabb, hogy amikor valaki beszél, akkor nem el kell akarnunk mondani, hogy mi mit szeretnénk, hanem vele megérteni az ő látásmódját, az ő szemszögéből gondolkozni, és az alapján válaszolni, illetve úgy alakítani a helyzetet, hogy számunkra is pozitív kimenetellel alakuljon. Ma egy elég pörgős napon van, úgyhogy induljunk el. No, hát nem tudlak végigvinni a napnak a pörgésébe, biztos neked is volt már valamikor egyszerűen annyira pörög és megy minden egymás után, hogy egyszerűen valami kimarad. Nekem most ez a vlog volt, úgyhogy igazából ezt másnap is veszem fel, mert annyira elfáradtam a nap végére, úgyhogy nem lesz annyira pörgős, viszont itt beszélgetünk, és a csendben maradásnál az egyik legfontosabb, amivel el kell kezdeni, hogy az igazi, őszinte vezetők tudják, hogy az értelmetlen vitákba, beszélgetésekben nincs értelme belemenniük. Egyszerűen, ha egy olyan helyzetben vannak, vagy a lehető legmegfelelőbb módon ignorálják és kilépnek belőle, vagy csendben maradnak, mosolyognak, mert tudják, hogy értelmetlen. Hallgatnak, összpontosítanak, odafigyelnek, és hogyha kell, válaszolnak. Felesleges szavak nélkül. A mindennapi gyötrelmeinknek a legfőbb okozója az a rossz odafigyelési technika. Az aktív odafigyelés képességét rengeteg időbe telik el sajátítani, és nagy energia is, de rengeteg mindentől óvhatjuk meg magunkat, és idegbajt spórolhatunk meg, hogyha erre odafigyelünk. Amúgy te meg odafigyelsz erre a háttérre, hogyha régebb óta nézed a vlogomat, akkor ez volt a régi nappalimban a háttér a kanapé mögött. Szóval, hogyha sikerül aktívan hallgatni, akkor a legtöbb esetben a másik fél megnyílik neked, és teljesen befogadóan fogja hallgatni azt a véleményt, azt az inputot, amit át szeretnél neki adni. Stephan Covey szerint, ugye, akinek az idézetét is használtam a vlog elején, a társas helyzeteknek az eredményessége bizonyos sorrendiséget kíván. Először arra kell fókuszálnod, hogy megértsd a másikat, és majd csak utána jön az, hogy téged megértsenek. Engem Szántó Péternek hívnak, és ha nem találkoztunk volna még, azt kell tudnod, hogy a csatornám életében először napi vlogolok, ugyanis megjelent egy könyvem a HVG kiadásában, azen vagy válj valóra, most pont van is egy könyv, megmutatom, és úgy gondoltam, hogy az összes fejezetét igazából egy napi vlogba bemutatom, hogy ezzel kedvet csináljak, meg audiobook helyett egy ilyen formátumba kommunikálok, és erről szól ez is a vlog, ugye a csendben maradásról van most szó. A lájkomba alattam, hogy a leírásban ott van, hogy hol rendelheted meg a könyvet, nálam a legkedvezményesebben várvalóra.hu, de bármelyik nagyobb könyvesboltba bemész, már ott van, meg lehet venni, de a nálam rendeled még dedikálom is. Tartoznak hozzá online képzések is, amiket ugyanúgy a lájkomba alatt a leírásban megtalálsz. Most jöjjön az intro, és folytassuk egy sztorival. A kollégám jobban tárgyal, mint én. Volt egy kollégám, aki egy igazi introvertált, ha tehette, sosem szólalt meg, és engem egy óriási extrovertáltként ez annyira zavart, hogy ott vagyunk mondjuk egy tárgyalási szituációban, ugye ügynökségként, mondjuk az ötletet, pörgünk, csinálunk mindentől, meg csendben ül, jön egy kérdés, a lehető legminimálisabbat válaszolja, közben meg bennem ott van, de hát akkor hogy győzzük meg az ügyfelet, mit csinálunk, és nyilván ez az introvertált-extrovertált viszony baromi jól kiegészítette egymást, de néha megkérdeztem tőle ilyen tárgyalások után, hogy mégis, ha nem mondunk el mindent, vagy nem vagyunk lelkesek, akkor miért választanának minket? És ebben rejlett az ő zsenialitása, hogy
pont azzal, hogy nem szólal meg, nem beszél annyit, a potenciális ügyfelet sarkalja egyfajta gondolkodásra, összpontosításra, és igazából az ügyfél magának adja el azt, amiért mi ott vagyunk. Ő sorakoztatja fel azokat az érveket, végig gondolja, és mi csak helyeselünk, vagy valamit kiegészítünk, és zseniálisan működött. Rengeteg esetben én nekem is meg kellett tanulni, hogy jobb csendben maradni, hagyni a másikat, hogy nem csak megemészze azt, amit mi át szeretnénk adni, hanem tovább gondolja, elhelyezze a mindennapi életébe, a projektekben, a problémákban azt, hogy hol van ennek a helye és milyen haszna lenne, mi meg egy megerősítésként hatunk ebben az egészben. Ennek a következő szintje az empatikus odafigyelés. Szerintem nekem ez azért volt nagyon nehéz egyrészt, hogy megértenem és elsajátítanom, mert teljesen ki kell venni saját magunkat a képletből, az érzelmeinket ki kell váltanunk, kb. Úgy, ahogy egy pszichológus sem reagálhat le a saját személyisége szerint vagy érzelmeiből dolgokat. Egyszerűen rá kell hangolódnunk a másikra és tükrözni, pozitív visszajelzéseket adni. Persze jogos a kérdés, hogy akkor a sok hallgatás által mi van, hogyha elakad a beszélgetés. A szituáció az, hogyha megfelelően reagálunk és tényleg látszik, hogy figyelünk, akkor ez nem következik be. Ha pedig mégis, akkor erre ott van a polarizáció kvázi, hogy ne csak átadj egy valamilyen típusú információt, hanem ezt így egy ilyen akár ironikus, felnagyított, ugye ezt hívják polarizációnak, módszerrel ad vissza. Tehát amit megkérdezed azt, hogy vagy azt akarod megtudni, hogy milyen volt a kávé, akkor ne ennyit mondjál, hanem tedd hozzá, hogy biztos vagyok benne, hogy ez a kávé egy ausztrál világbajnok specialty barisztának a tudását meghaladó flat white volt. Valahogy így. Nagy is fel az egészet, most már csak a lifehack-ek maradtak, és menjünk. Itt van amúgy hátul a kis szobám, ugorjunk be, de egy picit más setupba. Ez egy picit más setup, egyrésztről most sokat forgatok, de erről majd a napi vlogok utáni időszakban fogok mesélni, úgyhogy nincsen felépítve az a óriási nagy softbox, amin ugye amúgy alapból megszoktam magam világítani, hogy használom, itt mellettem van, ahol ugye előbb beszéltem, mutattam az ablak, picit látszik a háttér is. Na de, az első lifehack. Legközelebb, amikor beszélgetsz, próbálj meg semmit sem mondani, csak megfelelő kérdéseket feltenni. Ennek a profi szintje, amikor a megfelelő nonverbális kommunikációval nagyjából egy igen, egy tényleg, egy aha reakció jön tőled, és a másik érzi, és bekövetkezik a varázslat. Gyakorold az aktív odafigyelést a 80-20-as szabállyal. 80% hallgatás és 20% ismétlés. Ha meg van a szitu, akár jegyzetelhetsz is, ezzel is azt indikálod, hogy mennyire odafigyelsz a másik félre. Végezetül néhány polarizációs példa, vegyük azt, hogy a barátokkal moziba szeretnél menni, vagy egy valakivel moziba menni, ahelyett, hogy annyit mondasz, hogy menjünk moziba, mondhatnád, hogy legszívesebben egy sötét szobában lennék idegenekkel kólát szürcsölgetve, természetesen akkor, hogyha ezt veled tehetem. Következő, ha valaki mondjuk stresszel attól, mert lelkésett egy határidővel nem tudott teljesíteni, akkor egy megnyugtató beszélgetés az, hogyha úgy állsz hozzá, és azt mond neki, hogy tudom, hogy úgy érzed, hogy a világ összeesküdött ellened, és az óra ketyegését minden másodperccel hallod, és súlyosodik a válladra az egész, de álljunk meg egy pillanatra, állítsuk meg ezt a másodperc mutatót, és gondoljuk át, hogy mit lehet csinálni. Tehát egy ilyen tovább gondolt, vicceskedő, teljesen felesleges részletekbe menő információkat mondva, pozitívan, nyugtatóan. Nos, hát a mai vlog az ennyi volt, hogyha végignézted, mindenféleképpen köszönöm, és ha most találkoztunk először, és tetszett a tartom, akkor nyomj a feliratkozás gombra, és mellette a csengőre is, hogy ne maradj le, még néhány nap hátra van a könyvből, illetve a napi vlogokból, holnap például a testbeszédről lesz szó, úgyhogy remélem még találkozunk, ha tetszett ez a tartalom, oszd meg, küldd át másnak, ezzel nagyon sokat segítesz nekem, illetve akkor is, hogyha a like gomb alatti linken megrendeled a könyvemet. Köszönöm, hogy itt voltál, szia, sziasztok!